Szervusztok még egyszer. Há, igen. Isten hozott benneteket. Welcome. Tudjátok, mindig mondjuk Isten tiszteleten, hogy kérlek, ne üljetek olyan hátul, hanem gyertek közelebb. You know, we always say it in a service, please don't sit so far at the back, but come closer. Mivel nem jöttetek közelebb, ezért úgy döntöttünk, well, hogy itt lesz az Isten tisztelet. Because you never obeyed, now we decided that we will have our service here. Úgyhogy most így is, úgy is közelültök. So now you are sitting close anyways. Tudom, nagyon ijesztően köhögök, de csak köhögés. I know my cough is very scary, but it's only coughing. Viszont, so viszont nem üdvözöltük az irodaik, először vannak velünk. Over this sickness, they say. And we haven't greeted those who are here for the first time with us. Szeretnénk köszönteni azokat, akik először vannak itt bibliaszólós Isten tiszteleten. For the first time at a Bible Kérlek, megtennéd, hogyha so most vagy velünk először, állj fel egy pillanatra, csak hadd üdvözöljünk. Hadd örüljünk neked egy kicsit. Isten hozott benneteket. Greet you and let's rejoice. Welcome. Feri, van csomagunk? Feri, do we have van egy látogató csomagunk a számotokra. May we have nagyon a szervezettek vagyunk. For you. We are so organized. Tényleg very csak good. Annyira hálás vagyok. Kérlek, töltenél a kezedet pillanatra még, vagy valaki körülöttük, ha ők nem hajlandóak, jó? Or somebody around them. Hogy hadd kapjanak egy csomagot, abban van egy... Van némi információ rólunk. You have some information about us. És... hogyha Isten tisztelet után after the service, meg tudod találni a büfét. You can find the buffet. Rendesen azt mondanánk, hogy a terem végében van, de valójában úgy van, hogy lemész a lépcsőházba, átmész, utána fölmész a terembe, aztán föl, aztán jobbra fordulsz, és föl a lépcső. Normally we would say that it's at the back of the room, but now, if you go down the stairs, go forward, go up the stairs, go right, and then do this and that. So you, if you are able to találni, find it, akkor, then... akkor van benne egy kupon, amivel szeretnénk meghívni egy kávéra, vagy egy palacsintára, vagy valami ilyesmire. Amolyan kincsvadászat. This is kind of a treasure hunt. Oké, szóval meséltem nektek, hogy hogy ugye azzal indult a 25. szülinapja a gyülekezetnek, hogy felhívtak reggel, hogy a 25th háromból a második kazán is tönkre ment. Started out by somebody calling me and telling me that the second of the three boilers is also broken. Ma reggel jött a másik hívás. So this morning the other call came. Hogy a harmadik sem működik. Even the third one is not working. Viszont Madi meg János meg a csodatévő csapat. Madi and János and their miracle team. Olvasztottak valahogy két kazánt egybe, és they most fűt melted egy. Two of those boilers together and one is working. Úgyhogy az a reményünk, hogy estére so megint fel leszünk az Isten tiszteleti helyiségben. In the evening we will be again up in our room. De kérlek, imádkozzatok ezért tényleg. Please pray for this, really. És a másik meg hát and tényleg, the hogy ez volt az egyik ok, amit mondtunk szerdán is. That even on Wednesday I mentioned that this is hogy one of the reasons egyik ok, amiért gondolkodunk abban, hogy eladni az épületet, why we are mert ha valami tönkre megy, selling the building because if something is broken here, egyszerűen csak nem elég vastag a pénztárcánk, hogy rendbe rakjuk a dolgokat. We just simply don't have enough money to fix it. Úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok so ezért pray is, for hogy this as Isten well. Adjon nekünk egy olyan helyet, szeretjük ezt az épületet, place, we love this building, de attól még nincs but pénzünk rá, hogy fenntartsuk. We don't have money to maintain it. És aztán csak gondoltam, hogy mennyire jó látni tényleg and then I thought it's so good to see csak pár embert had. Couple of people let emeljek ki az egyik Varga Andi, aki eléggé majdnem meghalt drágánk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt van velünk. Almost died, so we're really happy that she's here with us. Viszont azt a zöld izét azért hordja, hogy jelezze, hogy óvatosan bánni vele, jó, ne ölelgessétek vagyom. És aztán még valaki, aki éppen csak túlélte a dolgot, de nagy öröm itt van Laura, és kivetítenénk a Joelnek a fotóját, de nem tudjuk, hogy... Úgyhogy gratulálunk nekik so is. Congratulations to them. Tényleg, really. Úgyhogy jó, hogy itt vannak, és örülünk, it's hogy élnek. It's great that they are here, and we are happy that they are alive. Ja. Oké, kérlek, lapozzatok velem Please Máté 10-hez. Please turn with me to Matthew 10. És hogy vagytok, jó vagytok? How are you? Are you well? Oké, ha. Ha nincs Bibliád, most nagyon könnyű elolvasni a melletted ülőjében.
If you don't have a Bible, it's really easy to read the person sitting next to you. Ha már kivetítve nincsen. If it's not projected. Máté 10:34. So Matthew 10:34. Kérlek, olvassuk el együtt. Let's read it together. Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Think not that I am come to send peace on the earth. I came not to send peace, but a sword. Ezt Jézus mondta. Jesus said this. És az egyik dolog, amiről időnként beszélünk, and one thing that we mention at times, hogy ugye valahányszor jövünk Isten tiszteletre, is that every time we come to service, akkor valójában ami történik, what actually az happens, az, hogy két világ találkozik, is that two worlds meet, és összekapcsolódik, and they are joined together. Isten világa, the world of God, meg az enyém, and mine, és a kettő között van egy ütközés, and there is this clash between the two. Amikor kinyitom a Bibliámat, when I open my Bible, akkor is ugyanez a gondolkodásom, I erre have számítok, same thinking, this is what I'm hogy expecting, az én világom találkozni fog that Istenével, my world is going to meet God, és sokszor nem tetszik, and many times I don't like it, mert kihív engem, because it van challenges egy ütközés me, az én világom és Isten világa között. My world and God's world. A kapcsolatunk Istennel olyan, our relationship with God is such, hogy két világ találkozik, és nem mindig two békés a dolog. Worlds meet and it's not always peaceful. És erről beszélt Jézus. And this is what Jesus spoke olvassuk about. El még egyszer. So let's read this one more time. Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. És akkor imádkozzunk. And let's pray. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, kérünk téged, we ask you, hogy szólj hozzánk, to speak to szolgálj us, felénk személyesen, minister to us personally, ott, ahol vagyunk, wherever we a személyes are, életünkben, in our personal járásunkban, lives, in our walk, a szívünkben, in our heart, Urunk, benned bízunk, Lord, we trust you, és téged kérünk, and we ask you, adj nekünk válaszokat, please give us answers, vezesd a szívünket, lead our hearts. Vonj bennünket. Draw us. Mutasd meg magad nekünk, Istenünk. Show yourself to us, God. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Olyan sok van, amit így nem tudunk. There is so much that we don't know. Igazából, ahogy fejlődik a tudomány. As science develops. Ugye egyre több kötetre terjed az emberiség ismerete. The knowledge of humanity. És százalékosan nyilván egyre kevesebbet tudunk belőle. More and more volumes and percentage-wise we know less and less of it. Ez olyan érdekes nekem. And it's so interesting. Hogy az emberiség egyre többet tud. That mankind knows more and more. De hogyha valamire ez kéne, hogy vezessen minket személyesen. But if for some reason this should be leading us personally. Hogyha ez valamire kéne, hogy vezessen bennünket, akkor ez az alázat. If there is one thing that this should lead us to is humility. Mert annál inkább, minél többet tud az emberiség, annál inkább látom, hogy én mennyire keveset tudok, mert egyre kisebb és kisebb rész az, amit tudhatok belőle. Because the greater the knowledge of humanity is, the more I can see how little I know, because it's smaller and smaller what I can know. De vannak eszközeink. Vannak módszereink, our methods, hogy ezt eltakarjuk. To cover this up, hogy ne kelljen alázatosnak lennünk. That we shouldn't have to be humble. Igazán a Google-re gondoltam, meg a többi kereső motorra. Ezek kiválóak. They are perfect. Rákeresel valamire, you just Google something, kapsz 240 ezer eredményt. And you have 240,000 results. Túl nehéz too much átkutatni. Information. It's too hard to és search aztán, through all. Mire átkutatod, and by the time you search mire megtalálod through azt a választ, amit keresnél, by the time you find the answer you were actually looking addigra for, könnyen elfelejted. Then you easily forget. Azt, hogy ez nem olyan info, amit te tudsz. That it's not information that you yourself hanem know. Hanem csak a Google tudja. It's only Google that knows vagy it. A Wikipedia, vagy nem tudom, micsoda tudja, oda le van írva. It's written there. És ami történik, az ez. And this is what happens. Hogy nem veszem észre, that I don't realize, hogy nincs közöm that I have nothing ahhoz to do az infóhoz, amit most olvasok. With the information miután fölkelek I'm reading, ettől a képernyőtől, after I leave the screen, könnyen lehet, hogy semmire nem fogok emlékezni belőle. It can easily happen that I will not remember any még of it. Még egy dolog, amit nem látok. And one more thing that I cannot see. Sokszor. Many times. Az, hogy ez csak info. It's that this ebben is only nincs information. Bölcsesség. It has no wisdom. Ami to azt jelenti, hogy nem kapcsolom össze más dolgokkal az életemben feltétlen.
don't connect it to other things in my life. Ez csak egy magában álló információ. It's just an information on its in itself. És nincsen kapcsolata máshoz, nincs bölcsesség attól, hogy én ezt most elolvastam. It doesn't bring wisdom just because I read it. And one more thing. Még egy dolog, nincs tapasztalatom vele kapcsolatban. I have no experience about it. Nincs gyakorlatom benne. I have no nem tudom azt mondani, hogy ez így van, ez bizonyos, hogy aki írta ezt a cikket, sure. Az nem tévedett. And I'm certain that the person who wrote this article úgyhogy egy was right. So in a sense, azt lehet mondani rá, we can say to this, hogy a Google az egy kiváló eszköz arra, hogy eltakarjuk a tudatlanságunkat. That Google is an amazing tool to cover up our ignorance. De nem oldja meg a problémát. But it doesn't solve the problem. És azért beszélek erről. And the reason why I speak about this, mert egyre jobbak és jobbak vagyunk szerintem technológiánk fejlődésével abban. That with the development of our technology, we are better and better at. Hogy eltakarjuk azt az egyszerű tényt. Covering up that simple fact. Hogy nem tudjuk még az egyszerű kérdésekre az igazi válaszokat. That we don't have the real answers to even the simplest questions. Például hogyan szeressem a házastársam for example, 15 év után? How should I love my spouse after 15 or 30 years? Pedig ez egy elég egyszerű és elég jelentős kérdés. No, it's a very simple but and very significant question though. Mondjuk hogyan legyek gerinces az üzleti életemben? Or how could I have integrity in my business life? Vagy hogyan bánjak bölcsen a kapcsolataimmal? Or how should I be wise about my relationships? Vagy egyáltalán Isten az életemben? God in my life. Hol van és where hol lehet? Is he and where és kinek kéne lennie? And who should he be? De tudom a választ. I know the answer. Arra, hogy 8 verszta az hány kilométer. To 8 verstas or how many kilometers. Tudod, vagy milyen messze van a Vénusz a Szaturnusztól. How far Venus is from the Saturn. Centiméterben meg tudom mondani. Csak engedd meg, hogy megnézem a Google-on. I can tell you by centimeters. Just allow me to look it up. Ilyen so egyszerű. Simple. Csak engedd meg, hogy felmenjek a Google-re. Just let me és, go on Google. Mi itt a probléma? And what's the problem here? Az, hogy el van takarva valami a szemem elől. It's that something is covered from my eyes. Hogy nem látom. I cannot see. Ugyanúgy, ahogy mondtam ezt az előbb. The same way hogy I az információ, before, az nem jelent bölcsességet az életemben. Doesn't mean that there is hogy wisdom az in információ, my life, that information, hogy el tudom olvasni azon a képernyőn, that I can read it on the screen, az nem jelenti, it doesn't mean hogy az ott van a szívemben, that it's also hogy annak my köze heart, van hozzám, that it has something to do hogy to azt me, hordozom az életemben, that I carry it in my és észre se veszem, and I don't even realize, hogy van ez a távolság, that there is this distance, és észre se veszem, and I can't even realize, hogy ez egy probléma, that it's a problem. Észre se veszem, and I don't even realize, hogy valójában ez azt jelenti, that actually this means, hogy az életemben vannak nagy tátongó lukak, that there are big gaping holes in my ahol life, nincsenek válaszaim, where I have no de answers, ahol nagy szükségem lenne rá. But where I am in great need of them. És ez az amiért eljött Jézus. And this is the reason why Jesus came. Amikor Jézus eljött, when he came, akkor azt mutatta meg, then he showed us, igazán azt gondoltuk volna, mielőtt eljött. Before he came, we would have thought, hogy annak a világnak, Isten world, világának, the world of a természet felettinek, the supernatural, nincs sok köze ehhez, has not amiben much mi to élünk. Do with our world, hogy a the kettő one we nincs live közel in, egymáshoz. That the two are not close to each hogy a kettő other, igazán messze van. That the two are actually far de from amikor each other, Jézus eljött, but when Jesus came, akkor megmutatta, hogy nem így van. He showed us that it's not amikor so. Zsidók 4:15-ben azt olvassuk, when we read in Hebrews 4:15, hogy ő itt volt közöttünk, that he was here among us, de bűn nélkül, but without sin. Akkor azt mutatta meg, then he showed us, hogy a szentség that holiness az lehet közel ehhez, amiben mi élünk. Can be close to this where we live in. Okay, mi azt mondtuk volna. We would have said, az lehetetlen. It's impossible. Miért? Why? Azért, mert még nem láttam olyat. Because I've never seen such a thing before. Gyöngyi nagyszerű. Gyöngyi is amazing. Jó barátom. She's a good friend of me. De hát csak nem szent. Csak but nem she's tökéletes. Not holy, she's not perfect. Csak nem tökéletes. She's not perfect. Szabi szépen énekel. Sabi can sing nicely. Jó dalvezető. He's a good song leader. De hát csak nem tökéletes. But he's not perfect. Tamás okos, Tamás nagyon. Is very clever. De tudod, but csak nem tökéletes. He's not perfect. És mehetnénk körbe a helységben. Örülsz, hogy nem a nevedet mondtam mi. Are you happy that I didn't mention your name, right? De hogy ez volt a problémánk. But this azt was our problem. Volna, we would have said a szent, that the holy
Szép dolog. Igen, írjon róla a Biblia, sacred, tudod. It's something valahol, beautiful and the Bible should write about it somewhere. Valahol elérhetetlenül távol. But it should be somewhere mert so distant that I could never attain it. A Szent idejönne közénk. Because if the sacred would come down to akkor us. Akkor itt bemocskolódna. Then it would become filthy here. És Jézus here. Eljött. And Jesus came. És megmutatta, hogy nem. And he showed us that it's not hogy true. Hogy itt volt közöttünk. And he was here among us. A bűneink között, a betegségeink, a problémáink, and diseases, a hülyeségeink, a rövidlátásunk, a zavarodottságunk. And confusion és minden más között and everything else and ő szent volt he was holy all the way without sin all the way ami azt jelenti which means megmutatta nekünk that he showed kettő nem áll olyan távol that the two are not so far from each other amikor elvégezte az ő munkáját a kereszten when he finished his work on the cross akkor igazán azt olvassuk then what we read is hogy ő Efézus 2:14 ő közel hozott bennünket egymáshoz close to each other. Közel hozott bennünket he egymáshoz. Close to each other. És figyelj, ez is olyan, mint and ez listen, a Google-is illusztráció. This is also like this illustration about Google. Hogy van egy barátom. That I have a friend. És azt hiszem, hogy közel vagyunk. And I believe we are close. De tényleg közel vagyunk-e? But are we really hogyha Krisztus close nincs benne ebben Christ az egészben. Is not in this whole thing. És a válasz az, hogy igazán and nem annyira, mint lehetnénk. That not as much as we lehet, could. Hogy közelebb vagyok vele, mint bárki mással. Maybe I'm closer with him than with anyone else. De nem vagyok annyira közel. But I'm not as van egy close. Elválasztottság. There is this separation. A büszkeség miatt, because of our pride, amiatt, hogy nem tudunk egyetérteni egy csomó mindenben, más értékeink things, vannak, we have lehet, different hogy jó barátok values. Vagyunk, maybe we are good friends. Lehet, hogy még bízhatunk is egymásban maybe egy we csomó can mindenben, even trust each other in many things, de mégse vagyunk olyan közel, we are still not so close, mint lehetnénk. As we could és Efézus 2:14-ben Jézus Jesus fogott két olyan csoportot, akik teljesen távol álltak volna egymástól. Two groups who would have been really separated from each other. És aztán közel hozott and he bennünket. Brought us close. És így vagyunk itt igazából. And this is how we are here. Így vagyunk itt. This is how we are here. Tudom én ott ül a Gabi a Sándor mellett. There next to Sándor. Tudod, és mi közünk egymáshoz. What do we have to do és with a válasz other? Az, and hogy Jézus egyétett the minket. The answer is that Christ has made us one. Az ő munkája által. By his work. Közel hozott minket. He brought us close. De könnyen mondhattam volna, but I could mielőtt have megismertem őt. Said before I miért? Got to nekem know him. Vannak barátaim. But I have friends. És Isten azt felelni. And then God nem tudod, miről beszélsz. You don't know what you're talking én valami about. Többet akarok adni neked. I want to give you a Krisztus something testét, more. The body of a testvéreket, Christ. The brothers and sisters, the church. Én valami közelebbit akarok I hozni neked. To és nem is give you something closer. És nem is látod. And you cannot even see. Hogy mennyire távol vagy attól. How far you are. Akire azt gondolnád, hogy olyan közel from vagy. From the one you would think you are so close amikor to. Amikor Jézus eljött. When Jesus Lukács came. Lukács 13:32-ben. Luke 13:32. Akkor ő gyógyulás hozott egy beteg világba. Ez volt az ő munkája. This was his job. Megmentést. Salvation. Egy világba, ahol elveszettek voltunk. Into the world where we were lost. És igazából ezért mondja. Actually, this is why he says. Amit olvastunk. What we read. Máté 10:34. Matthew 10:34. Én azt mondja, kardot hozni jöttem. I came to bring a sword. Hogyan? How? Úgy. Hogy nézzük, mondjuk mi barátok let's vagyunk. See, we are friends. Aztán Gyöngyi and hívő lesz. Gyöngyi becomes a believer. És mi az automatikus válaszom and erre? What's my automatic response to that hogy reaction? Lehetsz ilyen hülye? How can you be so dumb? Van egy gúnyom felé. I have this mocking van egy towards egy nevetésem, van I'm egy, laughing at her. Van egy elutasításom. I'm rejecting her. És ez a kard, amiről Jézus and beszélt. This sword that Jesus mentioned. Hogy csak egy módon that only in one way tudunk mi emberek közel lenni egymáshoz. Can we people be close to each other? És az az ő országában van. And that's in his kingdom. Az akkor van, hogyha hiszünk Jézusban mind a ketten. Both believe on mert Jesus. Akkor van egy közelségünk. Because then we have this closeness. Ami nagyobb. Which is greater. Ami mélyebb, which is deeper. Mint amit természetileg ismerhetnénk. Than what we could know de naturally. Először, but Először van közöttünk valami más. We have something else egy between us, a conflict. Mert ő ott van. Because she's there. Isten országában. In the kingdom of God. Én meg nem. And I'm not there. És van egy konfliktus a kettő and között. And there's a conflict és erről the beszélt two. Jézus. And this is what Jesus hogy said lesz egy súrlódás. Garantáltam. This clashing. Ha hiszel Jézusban. It's guaranteed if you believe on Jesus. A családodban. Jesus, a barátaiddal. There will be this tension in your family with your friends.
a házastársaddal, a gyerekeiddel, a szüleiddel. With your spouse, with your children and parents. Persze. Amikor a barátom először jött hozzám, when my friend first visited me, és elmondta nekem, hogy hívő lett, and he told me that he became a believer, és körbe röhögtem. I was just laughing persze, at him. Nyilván. Of course. És miért? And why? Emiatt. Because of this. Amit itt olvasunk. That we read here. Jézus azt mondta. Jesus said. Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Don't think that I came to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Ez volt a konfliktus. This was the conflict. De aztán. But then. De aztán. But then. Azt olvassuk. We read. Ézsaiás 9:6, nem? Isaiah 9:6. Hogy ő a békesség fejedelme. That he is the prince of peace. És aztán békességet hozott. And then he brought peace. Utána megismertem Jézust. Then I got to know és Jesus. És a barátom. And my friend. Ki először mondta. Who told sokkal közelebb lettünk, about him for the first time we became Krisztusban. Much closer because we became brothers in és Christ. Ez a csoda az életünkben. And this is the miracle azért of our lives. El, and the reason why I say this ismét, again, mert már mondtam ezt, because I already said that before. Mert van itt valami fontos. It's because there is something important here. Hívőként, as believers, az egyik dolog, amit tehetünk, one of the things we can do, az, hogy növekszik az ismeretünk. Is that our knowledge tanulunk, grows, we are learning, mert olvasunk. Because we are reading. Hála Istennek. Thank olvasunk God. És növekszünk, we are reading és növekszik and we are az ismeretünk. Growing, our knowledge grows. És ez volt az egyik ez volt az egyik sunyi tervünk ma reggel. And this was one of our sneaky plan this morning. Mindannyiótokat behozunk a bibliaiskolába. We bring all of you into Bible school. Akár akarsz jönni, akár nem. Whether you wanna come or not. Itt tartjuk az óráinkat, hogyha this nem tudnád. This is where we usually have our classes. Én mondjuk itt tanítok minden csütörtök and a bibliaiskolában. Every Thursday I teach my class here. És a bibliaiskolában and in the Bible school, rengeteg dolgot tanulunk. We learn a lot of olvasom things. A Bibliámat. I read my Bible, és rengeteg dolgot tanulok. And I learn a lot of things. De Istennek van egy terve a számunkra. Has a plan for és us, az nagyobb and that's greater annál, than, mint hogy teológusok legyünk. We would become theologians. Isten ments, God forbid, hogy teológusok legyünk. That we would become theologians. But really, Isten ments, God forbid, mire gondolok? What do I mean? Arra, hogy lehetséges, I mean, that it's possible, hogy az ismeretem Istenről messzebb megy, vagy nagyobbá válik, mint a hitem Istenben. My knowledge about God goes further or becomes greater than my faith in God. És ez egy óriási veszély. And that's a great danger. Hogy tudom, that I know, mi az igazság. What the truth is. 2 kilométerre arra felé. 2 kilometers that way. De soha nem tennék egy lépést se arra felé. I would never take a step in that direction. Mert tudom. Because I know. De nem járok benne. But I don't walk Isten in it. Ments. God forbid. És ez az a fajta elválasztás, and amiről beszéltem. This is the az kind elején. Of separation I spoke about in the beginning. Mint a mit tudom én, a Kövi Rózsa életciklusa a Wikipédián. Tudod. Like the life cycle of a certain kind of plant that you can read about, tudod, on Wikipedia. Tudod, el tudom olvasni. I can read it. Semmi kapcsolódásom nincs but vele, I have nyilván. Nothing még in ha common érdekel, with that. Even if sincs. I'm interested in it, nem it fogom doesn't tudni, really nem. Relate to me. Nincs kapcsolódásom I won't know, vele. There's no connection és, with és that. Ez az, amiről beszélek. And this is what I ugyanez speak a lehetőség, about, that this same opportunity, hogy megvan ez nekem. Itt van this, a Bibliám. I have my Bible. És ez ugye mi úgy gondoljuk, hogy a Biblia szól. And we think that the Bible speaks. Szól hozzám. It speaks to me. Beszél hozzám. It speaks to me. De lehetséges. It's possible. Hogy az, amit kapok, that what I receive, azt megragadom. I és grasp tudom, it and I know it. És tudom, értem and I know minden it, irányba. I understand it in every óriási direction. Agyam van, és össze tudom rakni, I have a great mind and I can put it together van. And I'm good at analyzing things. Diákom a bibliaiskolában. I had a student in Bible school. Akinek hihetetlen rendező elméje who volt. Who had amazing abilities to analyze mindig things fogtam and organize a vizsgáit, things. Amiket írt és lefénymásoltam, eltettem, hogy majd legközelebb így kell tanítanom. I always took his exams that and then copied them and laid them aside that next time this is how I should teach this. Mert annyira jól össze because tudta foglalni. He could summarize things so well. És aztán egy idő után rájöttem. And then after a while I realized that it was amazing. Hogy ugyanakkor nagyjából nulla alázat kapcsolódott ehhez az egészhez. He had like zero humility with this. És képtelen volt. And he was alávetni magát annak, amit to tanult. Submit to what he learned. Képtelen volt járni abban, amiről walk Isten beszélt neki.
in what God was telling him about. Nem tudott. He couldn't. Nem tudott járni. He wasn't able to walk by faith in what he received. És ez az, amiért, and this is why ez az, amiért minket nem érdekel, we are not interested hogy teológusokat képezzünk. In making theologians. Mert Istennek az az akarata, because the will of God hogy is növekedjünk. That we would grow. Igen, igazságban, persze. Yes, in truth, of course. De kegyelemben is. But also in grace. 2 Péter 3:18. 2 Peter 3:18. Istennek az az akarata. The will of God is. 2 Péter 1:5. 2 Peter 1:5. Összekapcsolja, azt mondja. Joins these together. Azt mondja, it says, hit, that faith, és aztán erény, and then és virtue, aztán adj hozzá ismeretet, and then add knowledge. És így nagyjából azt mondja, so nagyon szabadon what it fordítva, says, just with my words, hogy legyen, járj hitben, walk by faith, tanulj meg gerinces lenni, learn to have integrity, és aztán, and then, aztán adj hozzá then ismeretet, add erre knowledge, akaszt rá, on top of és this, aztán amiben jársz, and then whatever you walk in, az a tiéd, is yours. És ez az, amit Jézus eljött elmondani and nekünk. This is what Jesus came here to tell us, a kettőt, to join the two, hogy ne elméleti legyen, that it wouldn't az, be theoretical, what we read hanem here, értsük és lássuk, but that we would mennyire understand valós, and we would see how real mennyire how much it's part of our everyday life, how much it's there in the dust, in the mud, a próbákban, in the trials, in the difficulties, a in betrayal, in az örömben, letting a down, in joy, in friendship, in marriage, in my finances, mindenben, in everything, hogy a kettő nem távol áll egymástól, that the two are not far from each és other, és hogy fel kell ismernünk, and we have to recognize this, we have to be in our right mind, we have to be in our right mind, that very easily ez a kettő eltávolodik these egymástól, two can depart from each other, de amikor közel hozom őket but egymáshoz, when I bring them close to each other, amikor azt mond, when amikor I say azt mondom a Marknak, hogy to Mark, hogy hát ezt is meg kéne bocsájtanod a feleségednek. Well, you should forgive even this to your wife. Akkor van ott egy kard. Then there is van ott a sword there. There is a conflict where the two meet. Aminek nem örülök. And I'm not happy about it. And I don't enjoy it. And so it's possible hogy természetszerűleg that naturally inkább távol akarnám tudni a kettőt egymástól. Nature, I would like to have the two far Istenem, from each other. Istenem, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Thank you for dying for me on the cross. Benned. I believe in you. I trust in és you. És aztán maradjunk is ennyiben. And then that should be enough. Miért kéne nekem járni why ebben? Should I walk in mert this? Amikor közel hozom a kettőt, because when I bring the two close, akkor van egy kis karcsattogás. Then there's a little bit of clashing kis of swords. Nagy konfliktus. There's a little bit of conflict. Életemben. In my life. És Isten azt mondja and nekünk. And God tells us, figyelj, listen. Szeretnék egy áldást adni neked. I want to give igen. you a blessing. Yes. Van ebben egy konfliktus. There is a conflict elengedni in this. Azt, amiben eddig bíztál. Letting go of what you trusted feladni azokat a módszereket, amiket eddig használtál. Giving up your old methods. De én egy áldást tartogatok neked a végén. I have egy a blessing for you in the end. Something egy, greater, egy mélyebb közelséget, a deeper egy nagyobb áldást, messzebb tudsz menni, you can go further, messzebb tudsz menni a you hitben, can go further in mint faith, ahogy természetileg tudsz menni. You could go naturally. Úgy értem, olyan csalódások, olyan such tragédiák, disappointments, such tragedies, olyan fájdalmak, such pains, amikre azt mondanánk, hogy nem tudom azt, hogy lehet elviselni. That we would say, I don't know how it's possible to bear és aztán those. Látunk hívőket, and then we see akik believers mennek, who can go on és örömük van, and who have joy. Hogy tudom én, a Szabiékra gondolok. I think of Szabi mindennel, amin keresztül mentek, everything they went másokra. And others. És miért van örömünk? And why do hogy we have lehet joy? Örömünk azután, how ami can történt? We have joy after what hogy happened? Lehet reménységünk? How can we have hope? Hogy lehet hitünk? How can we have és faith? A válasz ez. And the reason, and the answer is this. Hogy már jártam ebben. That I already walked in this. I know that the two are mennyire close. Közel van I know hozzám, how close God is to és járhatok benne, and I can walk akkor, in it amikor jó napok vannak, when I have good és amikor days van az and életünkben. When there's blessing in my life. És így majd járhatok and benne akkor is, so, mikor nehéz. This way I can also walk in it when it's going to be hard. Efézus 4:13 azt mondja nekünk, tells us hogy az egység that unity az nem az ismeretben van, is not in knowledge, hanem a hitben but in és faith az ismeretben. And knowledge. Ebben van az egység. This is where we have our unity. Figyelj, ha itt egy
Tudod, ha ez egy, tudom is én, ha ez egy klub lenne. If this would be vagy a club, valami egyesület. Or some association. amiben mindannyian aláírunk egy, amiben mindannyian aláírunk egy teljesen egy nyilatkozatot, tudod. And declaration. És mind egyetértünk. And we all agree. Bizonyos dolgokban. In certain things. Az nem érne. That wouldn't semmit ahhoz képest, be worth anything ami a gyülekezet, to what the church is. Hogy a hit egysége the unity of van faith közöttünk, is és, a, among és az igazság egysége van közöttünk. The unity of a hit és az igazság, hogy unity járok of abban, faith and truth, amit that kaptam, I walk in what és, I have és received, együtt járunk abban, amit and kaptunk. Together we walk in what we amikor, have received. Amikor mit tudom én, lesz egy színdarabunk majd húsvétkor, Easter, akkor mit csinálunk? Then what are we járunk doing? Hitben we are abban, amit kaptunk. By faith in what we have received. Van, aki some előad, van, aki játsz, perform, van, aki játszani fog, van, aki fényekkel bánik, van, aki a hangokkal, van, aki meghív embereket, sound, van, aki beszélget emberekkel people, utána, van, aki meglátogatja őket, tudod is visit them, I don't know. Nem ez a kérdés, that's hogy mi, not the question, hanem hogy járunk hitben what we do, but és that igazságban. We walk in faith and in truth. És a kettő nem áll távol egymástól. And the two are not standing kettő far nem apart. Áll távol egymástól. They are not far apart. Emlékszem from each egy other. Nagyon tisztel, nagyon egy tanár, aki kisgyerek voltam, és nagyon tiszteletre méltó volt az ember. I remember kiállása, a teacher, I was képviselte magát, tekintélye. A small child and there was this teacher and he was very honorable, his demeanor and the way és, they, és jól he tanított. Had authority and he was teaching well. És aztán egy ponton azt mondta. And at one point he said. Hogy valahogy így megmagyarázta, hogy miért hagyta ott a feleségét, emlékszem is. At one point he just explained why he left his wife. I és remember. Mondott valami baromságot. And he said something stupid. Hogy mit tudom én, megmondta, hogy én csak ennyi évig tudok szeretni egy nőt, vagy valami ilyesmi, és ezt meg is mondtam a második feleségem. I'm only able to love a woman for so many years, and I even told that to my second wife. És csak tényleg annyira érdekes volt látni. And it was so interesting to see. Az egyik oldalról. That on one side, van egy tekintélyesség, van egy kiállás. He has this authority, he has van this demeanor. Van egy jó tanítás. And there is a good másik teaching. Oldalról. On the other side. Van egy óriási távolság. There is this huge distance. Hogy nem képes az ember szeretni. That he's not able nem to képes love. Az ember tovább menni. He's not nem able képes to az ember on. Hű lenni. He's not able to be faithful. Miért? Why? A kettő távol van a szívében. The two are far és nem in his voltam heart hívő akkor, mert kisgyerek voltam, de and azt értettem, hogy itt valami nagyon gáz. I wasn't a believer. I was a little child back then, but I understood that something was not right here. Hogy valami nagyon nagy gáz. Something was really wrong. És tudod, ez az egyik problémánk. And this is one of our problems. Hogy mivel az egész világ azt mondja, that because the whole world says hogy ez a távolság, that this distance, az ismeret és a bölcsesség knowledge, között, between knowledge and wisdom, ez a távolság az igazság és a szeretet között, this distance between truth and love, ez a távolság a hit és az igazság között, this distance between faith and truth, ez nem számít, it doesn't matter, ez így normális, that's normal like that, azért elhisszük, so we believe, és azért azt nem vesszük észre, and we don't realize, hogy mennyire pusztító ez a távolság az életünkben, destructive that distance is in our lives, hogy Isten építeni akarja az életünket, that God wants to build up our lives, úgy akarja építeni az életünket, hogy járjunk abban, amit adott nekünk. Amikor Jézus eljött, came, akkor ezt mutatta meg, amit János 3:16 mond, is said in John 3:16, hogy úgy szerette Isten a világot, for God so loved hogy az ő egyszülött fiát adta, that he gave his only begotten son, that whosoever believes on him should not perish, but have eternal life. És and ez azt jelenti, this means, hogy annyira közel van hozzánk Isten, that God is so hogy annyira szeret bennünket, that he loves us so hogy annyira adott nekünk, that he gave us értünk, so much, and annyira he gave törődött for velünk, us, and he cared for us so much. Közelebb, mint gondolnánk. He's closer than we would ever közelebb, think. Mint gondoltuk closer volna. Than we could have ever thought. És a 85. Zsoltár 10-ben, and in Psalm 85, verse 10, amikor ugye a törvény, az Ószövetség, when amikor the law, the Old Testament, ha fel akarnál emelni egy szót az egészből, akkor talán az ítélet lenne, vagy az igazságtétel. If you just want to pick one word of the whole thing, it would be vengeance or judgment. Akkor is azt olvassuk. 85 a magyarban 11. A kegyelem és a hűség összetalálkozik, az igazság és a békesség megcsókolja egymást.
Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Hogy lehet ez? That it's possible. Hogyan találkozhat a How szent? Is it possible? How can the sacred? És én. And me meet. Hogyan találkozhatunk? How can we meet? Hogyan lehetséges? How is it possible? Hogy a szeretet és az igazság egy lapon legyen említve. That love and truth would be mentioned ugye, on the same hányan page. Van kis gyerekünk, hogy 10 alatt. How many alatt? Of us have children under okay, the age of 10? És akkor tudod milyenek vagyunk. Then you know Olvasunk a Bibliában a kegyelemről. We read about grace in the Bible. És akkor kegyelmet adunk a gyereknek. And then we give grace to the child. Hülyeséget csinál, és újra kegyelmet adunk, és újra kegyelmet adunk and neki. And we give grace again and De again and nyomás. Again. But the pressure goes high. És aztán egyszer csak eléri azt a szintet, ahol a leeresztő szelep, tudod, csak eldurran. Just goes out. És akkor és aznap a gyerek megkapja az összes igazságot, amit felhalmozott az előző hétben. That child receives all the justice or all the truth that he just piled up. Úgyhogy azt mondjuk, before. So we say. Persze, kegyelemben és igazságban nevelem a gyerekemet. I raise up my child in grace and in truth. Ami persze marhaság. Which is actually foolish. Mert nem. Because no. Mert egyik nap kegyelemben, a másik nap igazságban. It's grace, the other day it's in truth. Itt pedig azt olvassuk. But here we read. Kettő összekapcsolódik. That the two are joined kettő together. They are connected. They cannot be far from each other. A kettő egy kell, hogy legyen. The two have to be one. Amikor kegyelmet adok, akkor adjak igazságot is. Then I should also give grace. Then I should also give the truth. Adok, and when I give the truth, then I should also give grace. De hogyan? But how? És az egyetlen válaszunk ez. And our only answer is hogy, this. Hogy megtaláljuk Istennek a valóságát. That we find the reality of God. És a mi életünkben. And in our lives. Megéljük azt. We experience. Hogy ez a kettő, ez egy. That these two are hogy one. Isten egyszerre szent. That God velem is kapcsolatban. At the same time holy és about szeret is me, engem. And he also loves me. És ugyanez az életünk. And a kapcsolatainkban, a házasságban, barátságainkban, a munkatársainkban. Amikor Lukács 1:17-ben keresztelő Jánosról olvasunk. John, we read about John the Baptist, akkor azt mondja, hogy ő azért jött el, came, hogy az atyák szívét a fiakhoz és a fiak szívét az atyákhoz fordítsa. That he would turn the hearts of the fathers to the sons and the hearts of the sons to the fathers. De így. But like this. Ahogy Jézus mondta. How Jesus said it. Először van egy konfliktus. That at first there is some conflict. De utána van egy igazi egység. But then there is true unity. Nem egy felszínes egység. Superficial nem egy felszínes közelség. Not a superficial closeness. Úgy értem, itt most mind közel vagyunk. I mean, here we are all close now. De vajon ettől van egységünk? But do we have unity because of this? Nem, nyilván nem, igaz? Of course not. Tehát nyilvánvalóan nem. It's obvious that it's de like Isten God. Valami többet akar adni nekünk. But God wants to give us something more. És ez a közelség, amit keresünk. And that's the closeness that we are looking for. És csak ezzel hadd fejezzem be. And let me finish with this. Efézus 4:15-ben. Ephesians 4:15. És ugye nyáron ez volt a témánk Debrecenben. And this was our topic in the summer in Debrecen. Ja, és ki is volt a Jakub? Who was it? Jászmin volt, aki bepakolt már Debrecenre a konferencia. Ő because volt ugye. Jako Jászmin, who already packed her stuff for Debrecen. 7.5 éves. Seven and a half. És ő annyira várja Debrecen. And she's so much waiting for Debrecen. Úgy néz ki, megint oda megyünk a nyáron. It seems we're gonna go back there this mindannyian vegyetek ilyen kis ventilátorokat. So you all should buy these little fans. És kérdezte anyukát, hányat kell még aludni? És azt mondta Rita, hogy 215-öt vagy valami ilyesmi. And she asked her mom, how many more nights we have to sleep before? And then Rita said like 215 or vagy something like ilyesmi, that. De hogy alig várja. But she can hardly wait for és it. És ez volt a témánk. And that was our Debrecenben. Topic in Debrecen. Efézus 4. Ephesians 4. 15. 15. Az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. És ugye ez amiről beszéltünk is ott. And this is what we already also spoke about. Hogy lehetséges fogni az igazságot egy ilyen közösségben, mint a miénk, és adni like az igazságot egymásnak. And to give the truth to each other. És akkor mi történik? And then what happens? Lesz-e, akkor tudod, akkor viselkedünk. Then we will akkor behave. Vigyázba állunk. We will stand straight. Ezt hívjuk törvénykezésnek. This is what we call akkor nincs legalism. Nevetés az Isten tiszteleten. When there is no akkor laughter at rendnek the service, kell lenni. Then everything has to és be in order. És a rendben amúgy hiszünk.
And if everything's all right, then we believe. Nem, a rendben azért hiszünk. Oh, and we do believe in order. De tudod, de hogy akkor nincs szeretet. Then a képben. There's no love. És figyelj, in the picture and akkor listen. Lehet, hogy nagy a rend. Then maybe és there's nagy az great ismeret, order and there's great knowledge. De van egy nagy távolság. But there is a great distance. Köztem és Isten között. Between me and God. Akit állítólag ismerek. Whom I know, quote unquote. Akit állítólag I'm supposed ismerek, to know, de nem ismerem igazából. But I don't know him. És Isten ments, hogy ilyen legyen a közösségünk. And God forbid that our fellowship would be like this. Az egyik szálló, a lányoknak az egyik szállóján, az egyik lány mesélte. The girls dorms, one of the girls told me. Egyszer valami ima összejövetelen voltunk, vagy valami ilyesmi. We were there at a prayer meeting or something. És akkor azt mesélte az egyikük. And one of them told me. Hogy valaki elkezdett nagyon törvénykezni. That somebody started to be really legalistic. Ezt csinálni. Doing this. Az igazságot mondani, de szeretet the truth nélkül. Without love. És azt mondja, annyira rossz lett az egész. And she said it az egész became légkör, so terrible. The whole annyira atmosphere lett. Was so lousy. Tudod, mit hordok? Jól öltözöm-e? Mit mondok? Mondhatom-e? Nem mondhatom-e? És ott, van az otthon, ott vagyok can az otthonomban. And I'm there in my home, de vigyáznom kell a szavaimmal. But I have to be careful about tudod, my words. És aztán, amint, and then, és amikor az ember elköltözött, when that person moved away, akkor azt mondta, hogy akkor olyan szabadság lett megint. She said that they were meg so egyszerű free lett again, az egész. Everything became so simple megint again. Megint olyan egyszerű lett az élet. Life became so és igazán, simple again. És igazán Isten ments, actually God forbid, hogy a szívünkben megengedjük ezt a távolságot. We would allow for this distance. Hogy tudod, nagy igazság. Great truth. És nagy szeretet nélkül. Without great love. Isten ments. God forbid. Vagy a másik oldala persze. The other side to this. Nagy szeretet. Great love. Ismeret igazság nélkül. Without truth. Igazság nélkül. Without truth. Tudod, szentimentális az egész. The whole thing is sentimental. És mi történik? And what happens? Minden rendben van. Everything's minden belefér. Alright. Everything semmi is nem, okay. Semmi nothing. Nem baj. Nincs problem. Is bűn, there's nincs no is probléma. Not such a thing bármit as sin. Csinálhatsz. There's no problem. You can do whatever you want. Ismertem egy lelkipásztort, aki elkezdte ezt hinni. I knew a pastor who started to believe that. És aztán egy pár hónapra rá meg elvált a feleségétől, és elvette a titkárnőjét. Later he divorced his wife and married his secretary. Lelkipásztor. And he's still a pastor. Miért? Mi a why? Gond ezzel? What's the problem with az, this? Az, hogy szereted, de igazság nélkül. It's that there is love, but without the truth, and the two cannot be far from tönkre each other. Tönkre teszi az életem. It destroys my ha life. Ha kettőt hagyom elválasztani. If I allow those two to be separated. De ha a kettőt összehozom. But if I bring those two together. Akkor ott lesz némi szikrázás. Then there will be some sparks meg there. Meg csattanás hangok, meg fájdalom, and noises meg nehézség, meg kihívás. And pain and difficulty. És azért könnyen választjuk, vagy ezt, so, vagy azt. It's easy for us to choose either this mert or that. Mert azt értem. Because I understand that. A koncentrációs tábort is értem. I understand the concentration camp. Meg mit tudom én, az orgiát is and értem. And also the orgy. De az, hogy valahol egy egyensúly. There would be a balance ahol van közelség és szeretet. And there is closeness and love. De van igazság but is. But there is also truth. És megismerjük Istent. And we get to know God. Az egy kihívás. That's a challenge. Az egy kihívás. That's a challenge. De ott érdemes élni. But this is the place where it's worth living. Amikor tegnap Fehérváron ott then, is volt a gyülekezetnek születésnapja. Yesterday the church in Fehérvár had their birthday too. Beszéltünk, akkor ez volt az egyik and dolog. When I spoke there yesterday, this was one of the things. Mi elhangzott? That we said. Hogy Jákob 7 éven át dolgozott Ráhelért azért, hogy elvehesse feleségül. That he could marry vagyis her. nem volt fizetsége a lányért. I mean, he tehát had ledolgozta no a dolgot. Payment to pay for the girl, but so he worked instead of this. Előre. Before. Előre, tudod, 7 évet dolgozott. 7 years he és egy Mózes 29:20-ban azt olvassuk. And in Genesis 29:20 hogy csak egy pár napnak tűnt neki. That it seemed to him as a annyira couple of days csajt. Because he loved her so much. Nem kérem, hogy emeld fel a kezed, hogy te megtetted volna. De I don't ask you to raise your hand. De hogyan lehetséges ez? Indicating that you would have also done it, but how is it possible? És a válasz ez a szeretet miatt. And the answer is this, because hogy of love. Hogy amikor a kettő távol áll egymástól. When the two stand far away from akkor each other. Akkor ezt az áldást nem ismerem. Then I don't know this blessing. De hogyha ez a kettő egy. But then if those two are one. Akkor járhatok.
that I can walk in hardships, és az áldásokban is alázattal és szeretetben in love, minden helyzetben in every situation. És ez az élet, amire hívott minket and Krisztus. This is the life Christ has called ez az élet, to. Amit megmutatott nekünk, this is the life that he showed us when hogy ez a kettő nem távol van, that those two are not far from each other, but they are actually one ő benne. In him. Amen. Amen. Imádkozzunk. Menj el, Atyánk. Heavenly Father, köszönjük neked. Thank you. Krisztusnak az áldozatát, munkáját. For the sacrifice and the work of Christ. Olyan hálásak vagyunk. We are so thankful. Azért, hogy annyira személyes voltál velünk. That you were so personal. Közel jöttél. You came so close. Hogy megmutattad. That you showed. Hogy igazán nincs távol tőlünk. That actually it's not far from us. Az a természet feletti járás és élet. That supernatural walk and life. Ami számunkra teljesen lehetetlen. That's totally impossible for us. És mégis. And still, veled élhetünk így. We can live with you like keresztül this. Megyünk az életen. We go through life. Vannak kihívásaink, nehézségeink, we have challenges, ügyeink, küzdelmeink. And difficulties and issues and hardships. De ha valaki megkérdezné, struggles, but if somebody was to ask us, akkor az áldás jutna először eszünkbe. Then the first thing we would remember would be the blessing. Akkor az öröm jutna először then eszünkbe. Joy would be the first thing that we remembered. A testvéreink jutnának először az eszünkbe. It would be our brothers and sisters that we would first remember the salvations, your presence. Köszönjük, hogy így élhetünk. Thank you that we can live like this. Úgy, mint ahogy Jákob. Just as Jacob lived. Ez egy pillanatnyi dolognak tűnik. And it seems minden just szenvedés, minden küzdelem. Just for a second, every struggle and every pain seems just for velünk. a second, temporary, because you're here with us. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Ha úgy vagy itt ma, and if you're here today, még nem ismered Jézust, and you don't know Jesus, szeretnélek hívni, then I would like to call you, hogy hozz egy döntést, to make a decision, Jézus mellett. For Jesus. Ő érted, halt meg a kereszten. He died on the cross for te bűneidért is fizetett. He paid for your sins as az well. Összesért. For all of them. És hogyha rábízod magad, and if you trust yourself ha hívod to őt az életedbe, if you invite him into your akkor life, ő valóban bejön. Then he truly és ad neked egy új kezdetet. And he gives egy you új a new szívet. Beginning, a new heart. Egy új életet. A new life. Csak szólítsd meg őt a szívedben. Just talk to him in your heart. Ő tudja, he ő knows, hallja, ő he érti. Hears, he understands. Csak mondd azt neki a szívedben. Tell him in your heart. Szólítsd meg ezt a Jézust, akiről beszélünk. To this Jesus that mondd azt neki a szívedben. And tell him in your heart. Én Istenem, my God, kérlek téged, I ask you, gyere az életembe, please come into my légy life a megváltom, and be my savior. Bízom benned. I trust in you. Kérlek téged, I ask you, adj nekem egy új életet, please give me a new life, egy új szívet, a new heart, egy új kezdetet, a new beginning. Jézus, meg akarlak Jesus, ismerni. I want to know you. Gyere az életembe. Come into my life. És légy az én megváltom is. Also. Hiszek benned. I believe in you. Ha életedben először imádkoztál így, and if you prayed like this for the first time in your life, akkor amint a gyülekezet imádkozik még mindig, then as the church is still praying, kérlek csak, tudasd velem egy pillanatra, föltenném a kezed, ha örüljek veled, aztán leteheted a kezed, csak hadd tudjam én aztán. Leteheted, van-e valaki ma? Rendben, köszönjük. All right. Thank you, Lord. Hálásak vagyunk ezért az üzenetért. We are thankful for this message. Ezért az Isten tiszteletért. For this service. Te jelenlétedért közöttünk. For your presence among us. Áldunk téged. We bless you. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Amen, halleluja. Isten. Amen, halleluja. Isten áldjon benneteket. God bless you. Akkor imádkozzatok, kérlek. So please pray. Fűtésért, az épületért. For the heating, for the building. Madiékért. For Madi and mindenképpen team. Az épület fenntartó csapatért. And really those who are the maintenance Márko jó viselkedett egészen. He behaved quite well. És csak néhány bejelentés. And then a couple of announcements. Tényleg az Eurocon. Eurocon. Igen, már, tehát már csak 9-et kell aludni. We only need to sleep. Vagy valami ilyesmi, ugye? I mean, 9 more nights. 9 nap múlva Eurocon. 9 more days and it's Eurocon. Mint tudjátok, as you know, kedden kezdődik. It starts on Tuesday. Hivatalosan. Officially.
De előtte már itt lesz velünk Pastor Sibeli. Before that, Pastor Sibeli will already be péntek, with us. Jövő péntek este. So next Friday night. 8 órakor. At 8. Az a tervünk, hogy lesz vele már egy közösség. Our plan is that we will already have úgyhogy, some fellowship úgyhogy gyertek, with him. So please adjátok come. Tovább a híreket. And pass on the news. Ha valaki nem tudja, and if somebody doesn't know, akkor tudassátok vele. Then let them know. És szombaton pedig az a tervünk, Saturday, hogy olyan 10 óra körültől délig from 10 megint to noon, tanítani fog, prédikálni he's fog. Gonna teach and ha lehet, akkor again, együtt ebédelünk, and we will aztán együtt elmegyünk together, evangélizálni. And then we go on outreach. Úgyhogy egy nagyszerű közösségünk so lesz. We are going to have great fellowship. Úgyhogy számítsatok rá, so tervezzetek count rá. On this and plan with it. És csak hadd mondjam, még a tényleg a regisztrációval, hogy lehet a honlapon regisztrálni, ott van az online regisztráció, online és amennyire értem, szerdáig van a kedvezményes as far as I regisztráció, understand, you can register with a discount price till Wednesday. Úgyhogy szeretnélek so bátorítani, hogy tedd meg, minek fizetnél többet. Pay more. Felesleges teljesen, úgyhogy it's absolutely not necessary. Úgyhogy kérlek, hogy jelentkezzetek. Register. Úgyhogy ennyi. That's it. Isten áldjon benneteket. God bless you. Nagy öröm, hogy eljöttetek. And it's a great joy that you came. És estére meg már akkor fönn leszünk, and then, ha in the evening minden we're igaz. Gonna be upstairs. És all goes well. Nézzük, kik azok, akik so who are those? Még egyszer, akik újra, again, most vagytok először, csak még egyszer kíván. Oké, akkor nekik mutassátok meg, hol a büfé, jó? So please jó, okay. Show them where the buffet is. Oké, okay, és akkor Isten áldjon benneteket, el vagytok bocsájtva. You. You're dismissed.